jelenteni fogom a feletteseimnek. Nem fogom ebben megakadályozni, tábornok. Ragaszkodom a lázadó vezérek azonnali lefegyverzéséhez. Ő felsége nevében címmel az aradi vértanúk emlékére egy jelenet előadásával kezdődött a letétetet bevégeztetett az Aradi Erekje Múzeum relikviáiban látható tárlat ünnepélyes megnyitója az Almási kastélyban. Bognár Levente aradi alpolgármester köszöntőjében rámutatott, a két települést Aradot és Gyulát több szál köti össze, a testvérvárosi kapcsolatok mellett a 13 aradi vértanú tisztelete. Ez a kiállítás ezért is fontos mindkét település számára. Itt vagyunk az Erekje Múzeum megnyitóján, amely számunkra egy olyan lehetőség, hogy azt a kincset, azt az örökséget, amely Aradon összegyűlt, ugye több évtizedeken keresztül annak idején, ezt itt bemutathassuk. Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte, Gyulán mindig is tiszteletben tartották a hősök emlékét. Ha végig sétálunk a városon, látható, hogy a kötődés, ami 49-ben kialakult, az elmúlt több mint másfél évszázad alatt semmit sem gyengült. Összesen 13 a szabadságharc hőseihez köthető emléktábla található a gyulai falakon. A kastélytól mindössze 150 méterre pedig egy honvédtiszti emlékhely áll. A honvédtiszti emlékhely, mely 1989-ben állítatott, szintén az bizonyítja, a gyulai polgárok elkötelezettek voltak mindig is, és legfontosabb közügyeik között tekintettek a 48-49-es szabadságharc és mártírjai vértanúi emlékének ápolására. A kiállítást megnyitó Herman Róbert történész hangsúlyozta, amikor elkezdték az Aradi Erekje Múzeum anyagának feldolgozását, akkor szembesültek vele, hogy milyen értékes tárgyak, relikviák, mennyi kincs maradt meg ebben a múzeumban, amit most az Almási kastély látogatói is megtekinthetnek. Ha megnézik ezt a kiállítást, akkor nem csak a hozzájuk kötődő személyes erekélyeket, a Damjanics széles pengéjű szabjáját láthatják, ami egy igazi 18. századi Máriás penge, ugye a Damjanics, akinek már a nagyapja is tábornok volt a császári királyi hadseregben, és az erejében, ha úgy tetszik, egy csepp magyar vér nem folyt, de igazi magyar embernek érezte magát. Ezzel a szabjával is mutatni akarta, hogy az ősi magyar hagyományokhoz kötődik. Vagy megtekinthetik Kisernőnek és Damjanicsnak is a pisztolykészletét, megtekinthetik Batthyány Lajos grófnak, az szintén október 6-án kivégzett miniszterelnöknek a fokosát, és megtekinthetik nem csak a vértanúk emlékeit, hanem a túlélők emlékeit is. Az Aradi Erekje Múzeum relikviáiból álló tárlat anyaga jövő márciusig tekinthető meg az Almási kastélyban.